Szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti beszéden. Örülök, hogy ennyien, ennyiféle helyről összegyűltünk. Megköszönöm Tibornak a fantasztikusan életteli bevezetőt. És olyan dolgokat tudhattunk meg a templomról, sőt apát helyettesünkről, amelyek eddig rejtve voltak pillantásunk és hallásunk elől. Ezért is jó néha haladottabb tanítványainkat ideültetni, és jegyzetel vagy anélkül, de mondják el, hogy szerintük a zen ugyan már mi, és számokra, hogy működik. Ha bármelyikőtöknek lenne kérdése az zen gyakorlatát további telét illetően, akkor most itt a lehetőség. A témánál maradva szeretnének megkérni arra, hogy el tudnád mondani a te történetedet, a találkozásod ezzel a bizonyos misztikus csível. Az én energiám az nagyon gyorsan helyet tudott változtatni, és nagyon gyorsan reagált az érzékszerű hatásra, gondolatokra, érzelmekre. Tehát gyerekkoromból erre emlékszem. És nem tudtam, hogy mi az, most is csak neveket aggatunk rá, de igazából amikor tizenévesen jogáztam négy évet, akkor ugye a pranayámákkal és az ászanákkal ez elkezdett egy picit jobban folyni, áramlani, ahogy a meridiánok nyíltak ki. És az nagyon fontos tapasztalás volt. Az is, amikor egy kicsikét sok lett belőle, az is, amikor egy picikét kevés. Aki csinált már hullapóz, az az a gyakorlatot, az pontosan tudja, hogy milyen szépen ki tudod rendelni magadból ezt az energiát magad köré és aki erőteljes tantien meditációt csinált a zen bármely egységében, az pontosan tudja, hogy milyen az, amikor a tantienben a nem tudható, de tapasztalható lényeg elér egy kritikus tömeget, elér egy bizonyos küszöböt. És akkor tapasztalod botütés nélkül ezt. És ekkor hirtelen átbillen valami. Ekkor a megoldhatatlan megoldhatóvá válik az a tükör, amely eddig nagyon sok darabban létezett, vagy az a tó, amely addig hullámzott, az hirtelen egyé válik, és tapasztalsz valamit, ami így visszanézve nagyon egyszerű, nagyon magától értetődő, és így, hát ezt eddig is tudtam, de valahogy eddig nem láttam, nem tudtam kifejezni, stb. És ez a régi új tapasztalás, ez a tudat energia szintjével és a tisztaságával függ össze. És ez mindenkié, mint lehetőség. Tehát nehogy azt hidd, hogy ez valami nagyon személyes, és nagyon egyedi, és ez így nagyon kiemelne, bárhonnan nem. Főleg akkor, amikor az ember hibát követel, és az energia szintje csökken, és a szenvedést tapasztalja, akkor tudja, hogy ezt a szenvedést teremtettük. Eredetileg nincs szenvedés, ezt mi csináljuk. Tehát eredetileg azért nincs rossz, mert mi csináljuk. Ha nem hozzuk létre, akkor nincs. A jó is ilyen. Tehát érzékszervi hatások, gondolatok, érzelmek együttállása, ha boldogságot hozok, azt elnevezem jónak. De eredetileg nincs ilyen. Ezt mi hozzuk létre, és a mi testünk és lelkünk függvénye és tudatosságunk mértékében látott élménye az, hogy jó vagy rossz, hogy boldogság vagy szenvedés. Tehát én például nagyon rosszul bírom a fájdalmat, az összes fogorvos megmondja, aki viszont mazohista, az imádja. Tehát ezért nincs olyan, hogy a fájdalom az jó vagy rossz, ez általában olyan, ami ennek megéled. Van, aki hogy még, még egy kis atropin kellene. És a hormonkeverékek különböző változatait felszabadítja a fizikai élmény. Jó, tehát azt mondja, hogy megölelem a babámat, milyen jó az. Van, aki hatvan fölött megölelné a babáját, és már nem jó. De mégis megteszi, mert ott a babája is reklamál. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy ezek az élmények, ezek önmagukban olyanok, amilyenek, és hogyha ráakasztod azt, hogy boldogság, akkor az lesz, hogyha szenvedést, akkor az lesz. Ez az energiatapasztalat, ez önmagában legjobb esetben is csak 50 A másik, az ennek az információ tartalma magyarul tudatossága. Tehát akik kezdetben tapasztalják testük, terük, bármely uh, pontján, szakaszán a cheat, azt hiszik, hogy ez pusztán kilowatt, vagy kilojoule, mert megmelegszel tőle, vagy lehűtesz vele, vagy tudod irányítani, ki tudod színezni, el tudod küldeni egyik helyről a másikra, észreveszed, hogy az akaratoddal, hogy függ össze. De ez legjobb esetben is csak 50 mert nem veszi észre az ember nagyon sokáig, hogy ennek van információ tartalma is, amit így első közelítésben úgy hívunk, hogy jelenlét. Mindenki tapasztalja, hogy felszállsz egy buszra, van hely, és éppen a csuklón keresztül mész, és a hátsó fertájon foglalsz, és körülnézel, és látod, hogy pont azon emberek körül szeretnél lenni és nem akarsz előre menni a vezető fülke felé, és nem tudod, hogy miért. Ezt hívjuk a busz adott csoport karmájának, akik felszálltak oda, azok létrehoznak egy teret, nem tudnak róla, de te belépsz abba a térbe, és azon nyomban érzed, hogy pontosan melyik pontját akarod elfoglalni. Ez teljesen ösztönös. Teljesen tudattalan, hogy így mondjam. Amikor viszont meditálsz, akkor a lélektartalmad elkezd tudatosodni, és azt is belátod, hogy ennek az energiának információtartalma van, és ez a te jelenléted egy adott térben. Ha tiszta tudattal vagy jelen, akkor ezt előbb-utóbb mások is tiszta tudatnak tapasztalják, ha nem, akkor ilyen gőzökben, bonyolultságokban és egyebekben. Tehát a csí az energia és információ együtt. Oké? Okay? Amikor a tudatod letisztul, akkor az energiaszinted megemelkedik. Ha a tudatod elködösül, az energiaszinted is csökken. Ha meg tudod emelni az energiaszintedet, mert mondjuk nem beszélsz, nem mozogsz annyit, különböző olyan gyakorlatokat végzel, amely a csít nem vetíti ki az érzékszerveken keresztül, akkor a tudat le tud tisztulni. Ehhez még egyéb is kell, hogy meg tud tartani a tudat tisztaságát, de alapvetően azért vannak a szabályok, azért van a fegyelem, azért van az időrend, hogy az energiaszinted növekedjen. A tiéd is, másoké is. Nem másoktól vedd el, és mások se vegyék el tőled. Tehát nézzük, hogy az emberi figyelemben mennyi energia van, az emberi beszédben mennyi energia van, az érzékszervi hatások mennyi érzelmet és gondolatot ébresztenek, és nyelnek is el. Most amikor tantien meditációt folytatsz, és nem foglalkozol a felső három csakra tartalmával, akkor hirtelen megtapasztalod azt a forrást, amiből te ezt az egészet finanszírozod. Energiával ellátod. És hogy mennyi energiát vesznek el azok a szokások, amelyeket akár átláttál, akár nem, de cselekszed őket, és teszed, és tennéd, hogyha a hely engedné. De a hely nem azért nem engedi, mert az apát túl szigorú. Igen, az apát néha szigorú, ezt tudjuk, de nem mindig. Csak amikor kell. Jó. És akkor észreveszed azt, hogy ha ezt az energiát nem fecsérled el, akkor az megmarad, sőt, nem csak neked marad meg, bekerül a térbe, és ez egymást támogatja. Koreaiul a csi az gi, vagy ki. És Szunkszázen mester háromféle energiáról beszél. Az egyik a wongi, az eredeti energia, amit magaddal hozol, amikor megszületsz. Ez az a tudatminőség, lélektartalom, fizikai adottság így együtt, amitől egy kisgyermek már nagyon korán megmutatja a saját karakterét. Van, aki gyorsabb, van, aki lassú, van, aki többet sír, van, aki kevesebbet, hamarabb megtanul beszélni, kicsit később, hamarabb mászkál, áll két lábra, tanul megjárni. Hát a yin és a yang polaritásai, a különböző energiamintázatok, tudatformák, ezek megmutatkoznak. És ez az a vongi, aminek ugye a kibomlása szépen fokozatonként történik. A három éves korban így néz ki, öt éves korban így, 7, 12, 15, 18 és a többi. Tehát ebben az energetikában megvan az a mesterprogram, az a fajta fő karmikus vonal, ami a valószínűségeidnek a csúcsa, tehát a legvalószínűbb cselekedet, mivel oda születtél azokhoz, itt folytatod a karmádat, szépen kirajzol különböző állomásokat. Rengeteg választási lehetőséged van. Rengeteg szabad akaratbeli cselekedeted van. Tehát nagyon fontos a tisztánlátás és a döntés, de az a mintázat, amit lehoztál, az az tudat, amivel élsz, az nagyon komolyan megszabja azokat a döntéseket, amelyeket hozol. Tehát minél jobban éled és hiszed a saját identitásodat, az információ részét, annál megjósolhatóbb, hogy az energiát hova megy. Erre épp a marketing, meg az egyebek. Ez a vongi, amit körülöttünk van, ez a három tér és egy idődimenzió benne az összes tárgy, az összes kölcsönhatás, fizikai, kémiai, egyebek. Ezt így kollektíve elnevezték déginek, nagy energiának, mert hát nagyobb, mint mi. Tudományosan nem elemezgették egészen a közelmúltig, mert minek? Inkább azt nézték meg, hogy az ember és a világ milyen kölcsönhatásban van, és hogyan tudjuk így magunkból ebben a világban a legjobbat kihozni. Ez nem egyértelmű. Ez a világ nem egy felhasználó barát hely. Különösen nekünk nem, csak azt az alaphelyzetet nézd meg, hogy egy 65-70 ban víz tartalmú testbe beleszületik egy alapvetően tűz működésű lélek. Azért az összes érzékszervi hatás az oxidációval jár. Az összes belső energiaműködés tűz típusú. Ez a kettő együtt nem fog sokáig létezni. Vagy a víz csattintja el a tüzet, vagy a tűz csattintja el a vizet. Tehát nézd meg, hogy ez nem egy számunkra tartós komfortzónát engedő hely. Pár évtized, jó esetben egy-két ember ölt, azt viszontlátásban nem tudod föntartani a homeosztázist. Nem tudod az egyensúlyt megőrizni. Vagy a szervezet információ tartalma bukik, tehát nem tud egy idő után méregteleníteni, emészteni, ritmus szabályozni, stb vagy pedig az energiája csökken le. Minden tud, megvan az info, csak már nem tudja kilozsullal, meg kilovattal alátámasztani, és akkor szépen távozik. Viszont a dégi nagy energia, és a wongi, mint az eredeti emberi energia között van az, amit ők konginak, vagy üres energiának mondtak, ez a lélegzet. Azért fontos a lélegzet, mert alapvetően ez az, ami a kölcsönhatásunkat szabályozza a világ és köztünk, és csak ez után jön az érzékszervi tevékenység, vagy a finomabb tudati tevékenység. Nézd meg, mit csinál először születés után a gyerek. Hatalmas lélegzet, miután zsinór elvág, és utána sírni kell, hogy a tüdőből kinyomja a nedvet, ugye? A szülött. Az első az egy lélegzet. És ekkor elindul a kölcsönhatás közted a világ közt. És amikor a lélegzetedet figyeled a meditáció közben, akkor esély nyílik arra, hogy az a fal, ami te magad vagy, az szépen eltűnjön. A lélegzet tényleg üres. És hogyha a tudati részét is helyesen csinálod, akkor megszűnsz ragaszkodni a gondolatokhoz, érzelmekhez, múlthoz, jelenhez, jövőhöz, jóhoz, rosszhoz. Így az információ tartalmát szépen megnyugtatod ennek az energiának, és nem falépítésre használod föl, hanem útépítésre. Nagyon más. És ekkor a vongi, kongi, dégi egyé tud válni. Ezt hívják hapkinek, vagy egyesített, harmonizált energiának. Ez annyira fontos, hogy a meditációnak így az energetikáját enélkül lényegében megérteni nem lehet. Tehát beszélhetek én differenciálatlan tudatról, egységes energiaélményről, tantienről, de ez a környezet, amit most felvázoltam, ez így önmagában elégséges ahhoz, hogy megértsd, hogy miért csináljuk azt, amit. Miért nem mozdulunk? Miért nézzük, figyeljük a lélegzetet? Miért nem ragaszkodunk semmihez, ami a tudatban fölmerül? Azért, hogy az információ tartalom egy picikét rendeződjön, csökkenjen, és az energia pedig növekedjen. Az energia az átmenet információba, és az információ energiává, ezt mindenki tudja. Ezért kell nagyon megválogatni, hogy mi az, ami a kimenet és bemenet az érzékszerveken, a beszédben, a cselekedetben, mindenhol. És ekkor tiszta tudattal magas energiállapotot tudunk tapasztalni. Tehát amikor ugye beszélünk arról, hogy milyen kémia kell ahhoz, hogy boldog legy, milyen kémia kell ahhoz, hogy megtartsd a boldogságot, Már nagyon más kémia, mint ami ahhoz kellett, hogy elért. Ezt ebben a helyiségben mindenki tudja. Úgyhogy tiszta tudat, magas energiaszint a kettő együtt jár. Tehát, ha nagyon rosszul érzed magad, ha nagyon szétszórt vagy, akkor nézd meg, hogy hol veszítetted el az energiádat. Mire vagy kire. És akkor kiderül, hogy hol lehet befoldozni a léket a hajón, hogy ne kelljen állandóan tengervizet szivattyúzni, hanem esetleg felhúzod a vitorlát, azt mész egy csomó csomóval. Egyéb kérdés? Tehát akkor, hogyha jól értettem, a három gyakorlatunk az éneklés, a leborulás, és a meditáció az mind elősegíti ezt a folyamatot. Ha helyesen csináljuk, akkor igen. Tehát van, aki tévét néz, folyamatosan, meditáció közben. Van, aki a határidő naplóját rendezgeti éneklés közben, és van, aki tornázik és gimnasztikázik leborulás közben. Na, akkor kicsit lassúbb ez a folyamat, mert túlságosan sok mellékcsatornát nyitott. Ezeket a gyakorlatokat azért őriztük meg a hagyományvonalban, hogy ezek elősegítsék az általad megjelölt állapot elérését, és a Korn interjúval a helyes használatát. És a végső interjú az odakint van. Itt a laborban bármennyit hibázhatsz. Ott az életben sokkal keményebb az ok- és okozati visszacsatolás. Itt helytelenül válaszoltál meg egy kérdést, két nap múlva visszajössz, és újra kezdheted. Ott kint helytelenül írtál alá egy papírt, tíz évig dolgozol. Csak azért. Fejtsd ki kérlek bővebben a koan támadás fogalmát. A támadó ugye beszéltünk, és ugye nagyon sokféle koan van. Szumszenzen mesternek hála, a rendszer az elég jól átlátható. Tehát van az egyévvállás konja, amikor csak ennyi elég, van az igazság meglátásának konja, az égkék, a barna, oda kint sötét van, és van a cselekvés konja, amely lehet egyéválló cselekvés. Valaki boldog, én is boldog vagyok, valaki elmegy fagylaltozni, és elmegyek vele fagylaltozni és van az odaforduló cselekvés, valaki szomjas inni adok neki, valaki szomorú megvigasztalom. Na most ez a rendszer, ez nagyon szépen működik, szerencsére nem logikus, de átlátható. Nagyon fontos, mert számon kérték rajtam az interjú szobában, hogy ha a múltkor arra a korra az a válasz helyes volt, akkor most erre ez a válasz miért nem? És az apát elcsodálkozik, megfogja a kis zembotját, és azt mondja, hogy azért. Na veselkedjünk neki még egyszer, és akkor újra 375 per B. A támadókóan az nem tagja ennek a rendszernek, ez nagyon fontos. Ez arról szól, amikor lehetetlen feltétel elé állítanak. Az egyik leghíresebb támadókon az, hogy Hukám megkérdezte, hogy mi Bóthi eredeti arca? És hát ez egy nagyon világos kérdés, ugyanolyan, mint mi a Dharma, mi a Zen, és a többi. Nagyon sok helyes válasz van rá. És második kérdésként okán megkérdezi, és akkor miért nincs Bóti Darmának szakálla? Na, ez egy támadó hogy hogyha elkezdesz vele foglalkozni, akkor olyan helyzetbe jutsz, mint a régi magyar vicc, hogy helytelen a válasz miért, ha van rajta sapka, akkor azért, ha nincs rajta sapka, akkor azért. És ekkor már nem a sapkával, hanem a viselőjével kell foglalkozni. A támadó kornok olyanok, hogy fogod, és azt a fegyvert, amit felét fordít a kérdező, szépen megfogod, a visszájára fordítod, beleteszed a saját válaszodat, és visszalövöd rá. Ekkor, ha helyesen csináltad, további kérdés nincs. Az egyik ilyen korn, amikor ö, hasonló módon kell eljárni, volt egy idős asszony, aki egy gyönyörűséges gyémánt hegyen egy fürdőházat üzemeltetett, és a szerzeteseket beengedte adományként, és egyszerre egy szutra szerzetes megfürdött, dicsérte a helyet, megköszönte az öregasszonynak, hogy ezt megtehette, és az öregasszony megkérdezte, hogy látom, hogy lecsutakolta a testét. Hogyan csutakolja le a tudatát? Na most ez egy olyan kérdés, hogy itt helyes válasz az tényleg nincs, mert akkor elkezdesz rohanni a csontocska után, mint a kutyuska. Fel kell ismerni, hogy a kérdés honnan jön, és a kérdés eredetére, az alanyra szépen egy viszont választ adni. Azért vagyok ilyen tagolt és megfontolt, hogy ne vegyem el senkinek se a munkáját. Most képzeld el! Megjelenik a válasz a komment szekcióban. Hát ilyen nincs is. Jó? Tehát tessék megfigyelni, hogy támadókóan vagy sem, és ha nem, akkor pontosan milyen válasz kell rá az egyévállás, az igazság, az odaforduló cselekvés, az átélő cselekvés. Ezek nagyon fontos támpontok. Régen ilyenek nem voltak, sőt, ami a rendszerben vagy a gyakorlatban hiba volt, az az, hogy az igazság és a cselekvés ez nem vált szét tisztán, hogy mikor kell csak látni és mikor kell cselekedni, és ez nagyon nem mindegy. Úgyhogy a Kuan interjúk során nagyon sokat gyakoroljuk azt, hogy mikor kell belépni a Kuan terébe és csinálni valamit, vagy pedig kívül maradsz és csak látsz, és csak felfogod. Az életben így ezen a fronton rengeteg kérdés dől el, már az előtt, hogy bármit csináltál volna. Tehát tipikusan nem tudunk csendben maradni, amikor kéne, és nem tudunk megszólalni, amikor kéne. Abba a helyzetbe lépünk bele, ahol semmi dolgunk nincs, és ahol dolgunk lenne, attól meg távol maradunk. Ez meg. A kérdés? És miről ismerni meg a támadó Hogy éles. Mindenik éles, könyörgöm. Hát... Miről ismerni meg a nem támadó Nekem minden ikon támadókon. Amíg... Amik... Akkor akármit mondok, semmi haszna nincs. Azt tudod, hogy ha mindegyik koan támadó számodra, akkor egyik sem az. Most éppen kapták két világos, példát. Világos. Ezt értettem. Örülök. Egyéb kérdés? Miről ismered meg, hogy támadó a koan? Azt, hogy nem a... hagy nyugton. Például. Egyik sem hagy nyugton. Jó, a A támadó kor másképp nem hagy nyugton. A érzed, hogy az a személyes. Nem lehet jó válasz rá az objektum, vagy az érzékszervi hatások, vagy az igazság és a cselekvés szintjén. Tehát az úgy neked szól. Úgyhogy az nem hagy nyugodni, és másképp nem hagy nyugodni, mint azok a kornok, ahol az igazsággal, vagy a cselekvéssel tudsz működni. Jó? Nekem lenne egy olyan kérdésem, említetted, hogy korábban jogáztál, hogy tudomásom szerint a jogánál fel van építve egy olyan rendszer, ami egymásra alapszik. Gondolok arra, hogy a relaxáció, aztán légzésfigyelés, ászonák, érzékszervek leválasztása, és akkor utána következik csak a meditáció, hogy a, a nálunk itt az ember van-e ilyen folyamat, illetve még egy olyan kérdésem lenne, hogy a, azt később a jogához nem értek. Hiszen azért nem értek, mert nem volt tanítom. Tehát tapasztalatom van, de tanítást egy barátomtól kaptam, elolvastam egy pár könyvet, hajlékonyra edzettem a testemet, de a tudatom az nem lett hajlékony. Akkor nem. Sőt. Azt vettem észre, hogy mivel a mentális tréning hiányzott, sportként gyakoroltam az egészet. Ezért magányosabb lettem, könnyebben tudtam kezelni az érzelmeimet és a gondolataimat, de a kapcsolataimat nem, és az életirányom nem lett világosabb. Tehát az a sorrend, amit elmondtál, az a régi aszkéta előkészítő gyakorlatoknak a része. Ezt ne felejtjük el. Tehát a jogát Indiában nem azért gyakorolták, hogy te jobban nézzél ki, vagy jobban érezd magad. Azért gyakorolták, hogy előkészüljenek az erdei aszkéta életre és ezért kellett az ilyen szamádi típusú gyakorlatokat először testileg megalapozni, jó pár év ászanázás, hogy ne ordítson a test, amikor le kell ülni, és nem 50 perc, hanem órákig ott ülni, néha több napig nem álltak fel. És azt nagyon komolyan meg kell alapozni, ez az iskola a mai nyugati világi életben csak részben használható. Tehát nagyon hasznos tanítása joga, egy kis új védántával fűszerezve fantasztikus szellemi egységet tud alkotni, de én azt mondom, hogy ha jogával kapcsolatban érdemi kérdésed van, akkor ne engem kérdezz, mert én nem értek hozzá. Azért tettem fel a kérdést, mert említetted, hogy jogász, ebből gondoltam. Egy, folytatnám tovább, hogy van-e ilyen az ember, hogy szamádi? Van, melléktermék. Gyorsan túl is lépünk rajta. Az igazi szamádi az, amikor itt és most mit látsz, mit hallasz, mit csinálsz. Hát, amit hallottál a bevezetőben, Tibi egy pillanat alatt elérte a teljes összeszedettség elmélyülés így a szamádi állapotát úgy, hogy közben a szeme nyitva volt, a füle még inkább nyitott volt, és hirtelen nem a saját karmáját követte, hanem valami sokkal nagyobbat a pillanat letisztult állapotát. A gondolkodás öt típusának a működéséről, ha beszélnél. Csak öt? Több nem kell? Ez elég, elég az öt. lesz. Elég az öt. Hát nézd, a buddha 84 ezer darmáról beszélt, ehhez gyárul legalább 84 ezer féle karma. Ezek mind gondolkodásból keletkeznek. Miért csak öt kell? És még? Csak. Teje, egy sárkányé, a farka még egy kígyóé se. Miért öt? Melyik az az öt, amire kíváncsi vagy? Ragaszkodó gondolkodás, ellenőrző, nem gondolkodás, mágikus és bódiszatva gondolkodás. Erről az ötről kérlek. Hát, ha ezeket tudod, akkor én mit mondjak? A működésükről nem sokat tudok, csak mint címszavak. Mit csinálsz most? veled beszélek, és itt ülök a teremben. Ez az összes gondolkodás, amire ma este szükséged van. Máskor kérdezzem meg? A nyíl már áthaladt a városon. Az ellenőrző az nem volt a helyén. Tehát van a ragaszkodó gondolkodás, zenkör, nulla fok, 90 az az intellektuális tudás. Nincs abban semmi ellenőrzés, illetve egy nagyon kis része csak az ellenőrző, csak akkor tudunk, és fogalmazunk, és a nevet és a formát összeragasztjuk, oké? Okay? Ez amikor annyira okosak vagyunk, hogy diszertációk tucatjai hullanak ki belőlünk, aztán kicsit visszanézel, és rájött, hogy valójában száz könyvből gyártottál egy 101-et. És akkor a tapasztalás útjára lépsz, és ha eléred... Ezt a pontot, akkor a gondolkodás előtti tudatot tapasztalod. Ez a 180 fok. Utána rájössz arra, hogy a gondolat az milyen elképesztően teremtő. 90 foknál leíró volt, 180 foknál teljesen eltűnt, 270-nél pedig megmutatja a teremtő mi voltát. És akkor rájössz, hogy a teljes szabadság az csak úgy osztható meg másokkal. Hogyha segítesz. És ekkor kialakul az a fajta karmatisztítás, ahol a személyes haladás már mások segítségével képzelhető csak el. És akkor a 270-től szépen elmegy a 360 fokig, és a 360-nál pedig, ha valaki szomjas, inni ad neki, ha valaki éhes, enni ad neki. Ez a hiszat, vagy cselekvés, vagy gondolkodás. Jó? Köszönöm. Egyéb kérdés? Azt beszélnél a tudatosság és a fegyelem helyes arányáról. Igen, ha túl sok a fegyelem, akkor katonaság lesz. Hogyha túl sok a tudatosság, de nincs elég fegyelem, akkor viszont ilyen elefántcsontorony. És jó bezártuk magunkat, de nem tudjuk, hogy miért, és azt se tudjuk, hogy hogyan működik. Tehát van az, amikor nagyon tudatos, nem esik szét, csak nincs ilyen helyes megnyilvánulási mód. Miből veszed észre? Nem tud együttműködni elefántcsontorony probléma. A túl nagy fegyelem és nem elég tudatosság, mint a gép. Együtt is működik, önállóan is működik, de nem elég tudatos, és ezért csak a formát, a szabályt, az írottat, ezeket követi. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy a párnám megszerzett tudatállapotot a hétköznapi életbe hogyan tudjuk beépíteni, illetve hogyan tudjuk fenntartani. Kinti gyakorlattal. Tehát ha itt úgy érzed, hogy más tudatállapotban hagytad el a templomot, mint hogy idejöttél, az volt a gyakorlatod eredménye. És ezt tovább kell csiszolgatni, tisztítgatni bizony. És ehhez az egyéni, otthoni, esetleg családi gyakorlat az nagyon sokat segít. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban még, hogy lehet-e az praktika, hogy egy adott szituációba belekeveredünk, és a tisztállátás kedvéért Visszahozzuk a fókuszunkat a be, és azáltal könnyebb lesz a problémának megoldása. A tisztánlátás kedvéért ne engedjük a fókuszunkat elmozdulni a tantélembe. Ha már elmozdult, akkor hozzuk vissza. Folyamatosan azon gondolkodom, hogy ha nincs és jó, nincs jó és rossz, akkor nincs helyes és helytelen út sem. Ezek szerint csak út van. De van. És az, ahogy én megélem az utat, az a helyes vagy helytelen. Megjelent az én, megjelent a helytelen. Figyeled? Tehát nem tudunk dualitások nélkül élni. Imádjuk a dualitások közötti feszültséget. Értsük meg? Ezt a világot mi hozzuk létre, egymásnak és magunknak egyaránt. Amilyen tudatminőséget élünk meg, pontosan olyan világ vagy valóságnak látott minőséget hozunk létre. Oké? Okay. Tehát eredetileg nincs jó és rossz én és más sötét és világos egyebek, de mi megteremtjük azt. Nem az ég mondja, hogy hm, éjszaka van és egy kicsit besötétettem. Mi mondjuk besötétedett. Ahol nem tudja, hogy ő most tele volt nem sokára. Mi tudjuk. Oké? Okay. Különben kaptunk volna ilyen megelőző felszólítást fogyatkozás, felkészülni, kedves humanoidak, mindjárt el fogok fogyni. Hallottunk ilyet a holttal az elmúlt pár ezer évben? Ugye, hogy nem. Tehát ezt az egészet mi a saját tudatunkkal rakjuk össze egy világélményé, egy élet és halálélményé. Így teremtjük a jót és a rosszat. De az, hogy rajtunk kívül ezt valaki vagy valami eldöntötte, olyan nincs. Tehát eredetileg nincs ilyen. De mi megteremtjük. Miért? Mert szeretnénk. Mert úgy érezzük, hogy szükség van rá. És mivel megteremtjük a szenvedést pillanatok alatt, az átlátatlan karmánkból, szanszkritul avidjá, ugye? Ezért azonnyomban kell a megvilágosodás, a látás, a vidja, és akkor megfelelő irányba megyünk. Na most ehhez képest rajzolódik ki az út. Tehát eredetileg úgy sincs, csak van A városból B városba egyfajta Fuvar, ugye? És az a fuvar? Az a kényszer, az kirajzolja, hogy merre kell menni. Ahhoz képest van helyes, meg helytelen. Emlékezz a karma relativitására, és ha ez így van, akkor nem fogsz abszolút gőzökben, abszolút nézetekben menedéket venni. Mert ott hiába. És van esélye, amikor az ember megszületik? látni rögtön, hogy mi az, amin mennie kell? <laughs> Gyerekek egy ideig sokkal jobban látnak, mint a szülők meg a felnőttek, csak nem tudják megtartani. Tehát volt olyan 7 éves tanítványom, aki 9 éves koráig a nagyobb kornokat megoldotta, és 11-12 éves korára el is felejtette az egészet. Bellon. Ezért mondta a legnagyobb nyugati bóthiszatvánk, a teljesen megvilágosodott, aki leszületett hozzánk 2000 évvel hogy bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek, újra nem léphettek be a mennyek kapuján. És itt aláhúzva azt, hogy újra. Na miért mondta? Következő kor. Miért válaszuk a bótiszatva utat? Mert ez közelebb áll a tudatunk, hogy az emberi minőség tudatnak a, az energiájához, annak az áramlásához? nem tudom, miért választjuk a bótiszatva utat. Szerintem, amikor már minden egyéb becsődölt, akkor marad ez. Tehát annyiféle út van, választod te azt, amelyeket szeretnéd. Egész nyugodtan. És amikor rájössz, hogy a személyes megszabadulásod csak mások megszabadítása árán érhető el, akkor vagy érett a bótiszatva útra. Ha sikerül elérni a meditáció során egy magasabb tudatállapotot, csak kicsit restőlem kiejteni a szamádi állapotát, de valami hasonlót, e, hát az olyan jó. És amikor kapjuk tőletek azt a támogatást, hogy akkor azt gyorsan feleszel, el, és mennyi tovább. Na most azóta ez a marha nagy káosz, meg üresség, meg sehova, meg... Vagy, vagy. Hát ha üresség van, akkor nincs káosz. <laughs> Ugye? Folytasd hogy innen hogy kell tovább lépni. Tehát nem üresség van, igen, hanem káosz van, mozizás van, nehezen fenntartható éberség van. Vissza a testtartáshoz, vissza a lélegzethez, vissza ahhoz az egyszerű és tiszta tudati praxishoz, amit tanítunk. Csak ez van. Miért? Végre a szamádiban rejlő, elfolytó gyakorlat, mert azért van benne rengeteg, megszűnt. És elkezd a karmát szépen köpni fölfelé, egy csomó mindent, amit eddig nem láttál. És ez az, ami az identitás rétegetben szépen rejtve ott kucorgott, és a legrosszabb pillanatban, a legrosszabb helyzetben megnyilvánult. És akkor ez. Nem volt választási lehetőségem. De igen, csak a karmát betöltötte a tudatot terét, és letakarta a tükrét, és ezért érzed azt, hogy nem volt választási lehetőségem. Még rosszabb? A másik hibája. Ő miatta volt. Odja. Mit nem láttál? Hát azt nem láttad, hogy ez a káosz ez már rég volt, csak nem volt kipucolva. És a legrosszabb helyen, legrosszabb időben, legkártékonyabban, legrombolóban jelentkezett. Na most, amikor ez a meditáció alatt megjelenik, akkor meg kell köszönni, hogy ülés közben, csendben, védett környezetben, leszabályozott elvonuláson jelenik meg, és nem tud kárt okozni, nem tud követni, nem kell, hogy megnyilvánulj. És ez nagyon fontos. Úgyhogy enged, hogy a tudatot szépen köpje ki ezt a sok-sok mindent, amit ott a tárháztudatban, meg a választó tudatban fölhalmozott, mint szokást, mint emléket, mint vágyat, mint jövőkép, mint múltkép, és nyugodtan az egészet takarítsd ki. Hogyan? Úgyhogy nem nyúlsz hozzá. Hogy nem akarod kitakarítani, hogy nem akarod megjavítani, hogy nem akarsz jobb ember lenni, csak ebben a pillanatban cselekedj helyesen. Csak ebben a pillanatban legyen helyes kapcsolatod a másikkal. Csak ebben a pillanatban ismert fel a helyzetet. Nem kell több. Tizenkét lépéses, csak ma nem iszom. Számolják, egy év és 187 napja vagyok józan, de csak ma nem iszom. Ez gyönyör. Tehát ez annyira élettel, és annyira megtaláltak valamit ebben, és az egész ugye, folyamatban, hogy ezért is tudnak felgyógyulni emberek szenvedélybetegségből. Ebben a pillanatban, most mi a helyes? És az összes többi felhő, és enged a káoszt, megjelenik, eltűnik, egy idő után úgy belefáradsz, hogy teljesen eseménytelen lesz, akár megjelenik, akár nem. Csak mindig visszakapaszkodsz a pillanatba, hogy most mit hallok, most mit látok, most mi a dolgom és néha úgy megköszönjük, hogy a padló barna, és már nem a saját mozimba látom, hanem a barna padlót magam előtt, holott tegnap olyan unalmas volt, hogy az borzasztó. Tér vissza az egyszerűhöz és a tisztához, és megszűnik a káosz. Az üresség is, elárulom, tehát beállunk egy olyan középútra, ami az ilyenség működése, és akkor elkezdünk nagyon tisztán, nagyon egyszerűen egyéni felelősséggel és közösségi kapcsolódással működni. Akkor ez egy hiba, hogy a gondolkodásunkhoz érzelmeket párosítunk? Nem, nem az a hiba, hogy érzelmeket párosítunk, hanem hogy elhisszük a gondolkodásunkat, sőt abszolútként vesszük alapul. Ez a baj. Érzelmek kellenek, hite, Jó az úgy. Arról van szó, hogy um, nekem nincs gyermekem, és nagyon sokszor azon gondolkodtam, hogy én döntöttem ezt így el. Um, arra a következtetésre jutottam, hogy um, én nem tudnám megadni neki azt, amire szüksége van. De hallottam azt is, hogy a gyermek a szülő tanítója. Azon dilemmázok most a gyermek dönti el, amikor idejön közénk, vagy pedig uh, nekem van ráhatásom, hogy tényleg uh, én döntöm el, vagy nem is az én döntésem volt ez. Hát ugye, itt nem csak anyáról és gyerekről lenne szó, hanem van egy harmadik fél, akitől legalább egy picike kis DNS kellene. Azzal, hogy állunk. Mert akkor aztán anyukahoz anyu döntést, apukahoz apu döntést, és a gyerek meg úgy dönt, ahogy majd dönt, majd megszületik, az kiderül, hogy kiszületett hozzátok. Ezért egy-két földi feltételt kéne nem teljesíteni ehhez. Különben túl gondoljuk, abstrakciókba megyünk, ahelyett, hogy konkrétan cselekednénk. Konkrétan cselekedtél? Konkrétan cselekedtem, Na, nincs gyerekem. Hogyhogy hogy nincs párod? Szeretnél gyereket? Nem. Hát akkor elmondtad, hogy nem szeretnél gyereket, és a világ ilyen lett körülötted. Ezt szeretted volna, ezt kaptad. Mi ezzel a probléma? Ez mindig visszavezet az én uh, anyukámhoz, akiről azt gondoltam, hogy uh, tévedés történt, de oké. Okay. De most maradjunk nálad. Azt mondtad, hogy te nem szeretnél gyereket, és nincs is. Ez így meg van oldva, így de. van? Uh -huh. Szóval mindenhol, ahol gyerek van, oda az apa vagy az anya akarta. Legalább egy pillanatra mindkettő, tehát azt szeretném, ha úgy látnád ezt a karmát magadban, ahogy van. Tehát nem kell hetedízig len az ősökig visszavinni mindent. Neked, itt, most, mi a döntésed? Akarod, vagy nem? És az lesz. Teljesen mindegy, hogy anyuka mit akart. Felnőttél, individualizálódtál, és éled az életedet. Te döntesz, nem a szülők. A szülői minták se döntenek rálátsz, és eldöntöd, hogy követed, vagy sem. Én azt érzem, hogy túl hamar találkoztam a buddhizmussal, és uh, az súgja nekem ez a megérzésem, hogy igazából hagyjam ki azt a karriert, ami az egyik ilyen talentemre épülne, ez egy zenei karrier lenne. De közben nem tudom, hogy ez a jobb ötlet, vagy az, hogy először csináljam végig, és évekkel később térjek vissza oda, ahol amúgy épp most járok. A tudat nagyon könnyen el tudja dönteni, ha az intellektus nem szól közbe, ha az érzelemformálás nem szól közbe, ha a múlt és a jelen és a jövő analízise nem szól közbe. Szükség van a korrekt, lineáris és ciklikus tudatra, ez mind rendben van. Csak a racionális értelem ne szóljon bele, mert a fogalomalkotásra, meg az Excel táblákra meg nagyon jó, de kicsit hosszabb távú tervezésre, mint hogyha biciklivel akarná a hódra szállni, hát az úgy nem fog menni. Biciklizünk, a tócsák mellett, amelyben mind tükröződik a hold. Ez a fogalom alkotó, tudod, amikor megpróbálja összerakni. De ez már eredetileg egyben van. Tehát az utad már nyilvánvaló. Lásd meg belül, hogy mi az irány, mi a fontos, most mit kell csinálni, utána mit kell csinálni. És ne nagyon akard előre tudni, mert akkor kezdesz el biciklizni a hold képét tükröző pocsolyák mellett. És akkor nincs az, hogy korán találkoztam, vagy későn, most mi a dolgom, és mi az életirány. Ennyi. Egyszerűen, tisztán. Jó? Azt szeretném megkérdezni, hogy ö, hol találom meg a határt az önmagamért való kiállásért és az önzőség elkerülése között. Ha önmagadért kiállsz, az nem áll meg csak saját magadnál. Azzal, hogy te kiállsz magadért, már segítettél egy csomó emberem, mondjuk családtagon rokonokon, barátokon, néha még ellenségeken is segítesz, hogyha kiállsz magadért. Tehát ekkor nem csak magadért állsz ki. Világos, hogy amikor másokat segítesz, nem csak másokon segítesz, magadon is segítesz. Tehát nézd meg azt, hogy ez nem áll meg, nem állhat meg nálad, ez szépen tovább kell tudni adni. Engedd, hogy tovább terjedjen a helyes karma. Ha csak magadért állsz ki, akkor mindig csak egyedül vagy. És egy idő után ez egy. Á, megint csak büszke voltam, meg ambiciózus voltam, meg ezt akartam, meg azt akartam. Nincs továbbmenet, nincs meghaladás. Megmarad nálad, és egóvá szilárdul. Ez a hiba. Az, hogy kiállsz magadért, az kell. Pillanatról pillanatra ki kell állnunk magunkért, mert ez a világ ilyen. Miért ilyen? Mert egymásnak ilyet teremtettünk azért. Tehát állj ki magadért, amikor kell, és amikor lehet, akkor mások is kiállnak, érted? Tehát állj ki másokért, amikor arra van szükség, állj ki magadért, amikor arra van szükség, de az eredményt soha ne tartsd meg csak saját magadnak. Oké? Okay? Megköszönöm mindenkinek a ma esti kitüntető figyelmet az, hogy ennyien egybegyültünk, és pár darma kérdést és választ hallhattunk ma. Szeretném, hogyha továbbra is együtt gyakorolnánk harmonikusan. A célt nem tévesztve szem elől, egymás segítve a botizatva úton a felébredés felé. Köszönöm szépen.